nem fáj. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ez lesz az utolsó videó. Idén, ugyanis ezzel a videóval szeretném lezárni ezt az egész 2018-as évet, amit nagyon meg szeretnék nektek köszönni, ugyanis ez az év volt a csatorna egyik legmeghatározóbb éve, mivel évelején 20 ezer feliratkozónál voltunk, most pedig már közel 106 ezeren itt vagytok a csatornámon, szóval meg szeretnék nektek köszönni, hogy lájkoltatok, néztetek, kommenteltetek, feliratkoztatok, és benyomtátok a csengőt, ha egyébként ezt még nem tetted volna meg, még mindig itt a lehetőséged, amikor egy évértékelő videóba promózod magadat. Ebben az évben közel 11 millió megtekintést generáltatok a csatornámra, több mint 603 ezer like jött összesen a videóimra, és több mint 83 ezer feliratkozó jött idén. Na de ebben a videóban arra gondoltam, hogy még én soha, de soha nem tűzijátékoztam, és mi lenne akkor, ha közösen kipróbálnánk. Még mielőtt elkezdenénk ezt az egészet, felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy ha esetleg ti is tűzijátékoznátok ennek a videónak a hatására, csak okosan, óvatosan, ha esetleg fiatalabbak vagytok, kérjétek meg a szüleitek segítségét. És akkor itt is van az első termékünk, szakszerűen ezek a méhecske izék, amik nem tudom, hogy mire jók, de biztos jók valamire. Aha! Ez ennyi? Figyeld, hogy le van égve ott a kezem. Jó, ezt szerintem hanyagoljuk. Hát ez az első termékünk nem volt valami nagy szám, de legalább összekormoztam az ujjamat. Nem tudom, hogy mennyire látszik, nézzétek meg. Szóval szerintem nem túl megfelelően fogtam, bár nem tudom, hogy ezt hogy lehet ennél jobban fogni, mert ugyanis amikor meggyújtom ezeket, nézd oda. Vagy lehet ezt így kell gyújtani, várjál? De akkor meg felén fog jönni. Na így. Ja, hogy ez így pörög! A következő termékünk ez a római gyertya lesz, amit üvegből fogunk indítani. Már ott problémák adottak, hogy nem vágtam, hogy melyik végén lő ki. Futás! Félek, az megvan. Aha. Ott trafunk, figyeld. Azért ez csíp rendesen. Look at this dude. Eskü nem fáj. Oho.